Sziasztok, sziasztok! Most már több mint 2 hete nem találkoztunk, mert ugye Magyarországon voltam, úgyhogy így kimaradt 2 darab szerdai bejelentkezésem, és ugye most lebetegedtem a hét elején, úgyhogy most eléggé ilyen letisztultan találkozunk, de nem akartam kihagyni így ezt az alkalmat. Egyrészt nekem is sokat jelent, hogy beszélhetek róla, másrészt nagyon köszönöm a sok visszajelzést, amit tőletek kaptam arról, hogy mennyit jelentenek a videóim, mennyit jelentenek a gyakorlataim, vagy hogy milyen változásokat, meg felismeréseket hozott így bennetek, meg nektek. Mindez, amit így átadhattam, és azért ez rengeteget jelent. Úgyhogy örülök neki, hogy itt vagytok, köszönöm szépen. És most szerettem volna egy pici ilyen összefoglalószerűséget átadni arról, hogy miről beszéltem Magyarországon az előadásomon, amikor az volt a téma, hogy hogyan kezdeményezzünk sikeresen az ágyban. És én nem akartam, hogy erről lemaradjon az, aki nem tudott személyesen ott lenni, vagy hát legalábbis egy más szinten tudsz részt venni ebben most. László Viktória vagyok, képesített Erotic Blueprint coach és női orgazmus coach, és egyszerűen így számomra rettenetesen fontos az, hogy segítsek az embereknek kinyílni szexuálisan, megtalálni az örömöt és a boldogságot. Akkor is, hogyha egyedül vannak, akkor is, ha másokkal vannak, és ami a legfontosabb, hogy végre ne gondolja senki azt magáról, hogy nem működik rendesen. És nagyon sokszor ez a kezdeményezés, egyszerűen csak a kezdeményezésen múlik, hogy hogyan csapódik le valami, hogy egy igen, vagy egy nem lesz a válasz valamire. És ezért is olyan érdekes, meg szerintem fontos téma. Mivel már engem követ, egy csomó mindent nem kell elmondanom neked, amit az előadáson elmondtam, sőt, igazából többet tudsz, mint azoknak a nagy része, akik az előadásomon részt vettek, hiszen találkoztál már a blueprintekkel, és tudod azt, hogy különböző fajta bevésődések, különböző fajta szexuális működések vannak, mint az energetik vagy energetikai blueprint, az érzéki vagy szensuál, angolul blueprint, a szexuál vagy szexuális blueprint, a kinky, amit magyarul végül is ilyen nagyon biztosan a workshopomon kattantnak is hívtunk, azaz, aki így egy kicsit, aki abszolút másnak találja magát, aki abszolút túl akar lépni azokon a kereteken, azon a bezártságon vagy beszűkültségen, amiről úgy gondolja, hogy a szexualitás képe most egyelőre, ezt nem tudom befejezni, ezt a mondatot szépen. Szóval túl akar lépni azokon az elvárásokon, meg azokon a beszűkített kereteken, amiket a szexualitással kapcsolatban felvett, vagy amikkel találkozott. És aztán ott van a shapeshifter, mint például én, vagy a lakváltó magyarul, aki nyitott az összes blueprintre, aki tud kapcsolódni alapvetően bármelyik blueprinthez, de szüksége is van mindegyikre. Na most van egy nagyon fontos eleme annak, hogy akkor mégis hogyan lehet például kezdeményezni egy shapeshifternél, akiről most azt gondolnád, hogy akkor igazából neki majdnem mindegy, hogy honnan jössz. Van egyfajta egyéni térképünk is abban, hogyan haladunk a vágyútunkon. Ez egy tökre érdekes dolog, és alapvetően a blueprintjeink is megjelenhetnek többféleképpen. Senki sem egyfajta blueprint, tehát attól, hogy valaki energetikainak tartja magát, mert a legtöbb dologra úgy reagál, még nem biztos, hogy csak energetikai blueprint. Valószínűleg megvan benne az összes másfajta arányokban, másfajta százalékokban, és attól függően, hogy az élete milyen, hogy mivel találkozik, hogy akár milyen volt a napja, hogy a hormon szintjei hogy állnak, stb. Ezek azért így tudnak mozogni, ez az egyik része. A másik pedig az, hogy van egyfajta felépített útvonalunk. Én például shapeshifterként azt szeretem, ha energetikai módon közelítenek meg. Mit jelent ez? Energetikai szinten szeretem szabadnak érezni magam elvárásoktól mentesen, szeretem tudni azt, hogy a partnerem jelen van, imádom érezni a vágyát, de szeretem érezni azt, hogy biztonságban vagyok ugyanakkor mellette, és ez a vágy ez nem erősebb nála. És szeretem érezni vagy fontos számomra, hogy érezzem a jó szándékát, de a biztonság az mindenek előtt jövő dolog. Én sokáig voltam például a swingeres közösségben,
És nagyon sokáig nem értettem, hogy miért nem megy nekem ez a kezdeményezés dolog, amikor egyébként szeretek benne lenni, szeretem a flow-ját, szeretem az áramlását a dolgoknak, és aztán a blueprinteknek köszönhetően ismertem meg azt, hogy alapvetően mire van szükségem ahhoz, hogy beengedjek valakit, akár egy swinger klubban is, és hogy ez egyik sem akadályozó tényező, de megvan annak azok a keretek, megvannak azok azok az utak, amik alapján ki tudok nyitni egy ajtót, és ott be lehet jönni. De ha ezek a keretek, ha ezek nincsenek meg, akkor teljesen mindegy, hogy én mit várok magamtól, teljesen mindegy, hogy a partnerem mit vár magától, nem fogunk tudni találkozni. És ez nagyon sok blueprintnél így van, hogy attól, hogy esetleg akár egészen különböző dolgokat várnak, vagy vágynak egymástól. Most például, ahogy mondtam, nekem energetikai a fő blueprintem, általában véve, ha van egy megbeszélt dolog, hogy mit tudom én, szerdán este 7-kor találkozunk szexelni, az bennem nagyon sokszor tud szorongást okozni. Megvan, hogy lehet ezeket feloldani. Az energetikainál ez úgy csapódik sokszor le, hogy úgy érzi, hogy valamilyen helyzetben meg kell felelnie. Neki arra a helyzetre készen kell állnia, ott kell lennie, és az energetikai blueprint nagyon szereti, ha mindenki rendben van. Tehát őnek oda kell figyelni az összes részevőre, és így tovább, és így tovább. És ez azért stressz tud lenni a számára. Ha egy szexuál blueprintűvel megbeszélem azt, hogy szerdán este 7-kor találkozunk, hogy szexeljünk, a szexuál blueprintű boldog lesz, mint állat, nagyon várja ezt, mert ő neki meg kell ez a bizonyosság, hogy akkor szexelni fogunk találkozni. Tehát, hogy ő tudni fogja, hogy nem fog pofára esni bizonyos szempontból, neki meg pont a bizonyosságra van szüksége. Tegyük fel azt, hogy akkor egy szensuállal megbeszéled, hogy a szerdán este 7-kor találkoztok szexelni. Egy szenzuálnak, ha megszervezed azt, hogy este hétre tényleg el tudjon jönni, hogy jó környezetbe tudjatok találkozni, hogy ott minden szép és letisztult, hogy te ápoltan jöttél oda, hogy tudja, hogy valaki vigyáz a gyerekekre, vagy az otthona rendben van, és így tovább, akkor ki fog tudni kapcsolni. Ha elviszed egy szép helyre, ha érzi, hogy tisztelve van, ha az érzékeit elvarázsolod, akkor ki tud nyílni. Ő nála azért egy spontán alkalomnál elég nagy annak az esélye, hogy nem fog összejönni. Egy energetikai blueprintnél elképzelhet, hogy a spontán alkalommal többre mész, mint azzal, hogy megbeszélitek, hogy szexelni fogtok. De ha azt mondod egy energetikainak, hogy úristen, én már annyira vágyom rád, és úgy szeretnélek megölelni, vagy úgy szeretnélek, nem tudom, kényeztetni, és alig várom, hogy találkozzunk, de nem fogom, csak akkor, hogyha könyöröksz, akkor alig várja, hogy találkozzunk, és találkozzatok, és lehet, hogy ő fogja megbeszélni veled az időpontot, de fontos tudnia, és ez alapvető, hogy bármikor mondhat nemet, és te azt azonnal el fogod fogadni. Sőt, egy energetikai nagyon is, egy energetikainak általában eléggé fontos az, hogy a határait tiszteletben tartsák. Nagyon sokszor ő maga nem feltétlenül tudja ezt megtenni. És ha egy olyan partnerrel találkozik, akiben erőt érez, erős vágyat, és ugyanakkor erőt arra, hogy ezt a vágyat vissza is tudja fogni, akkor teljesen oda tudja magát adni. Neki nagyon fontos, hogy a partnere hátra tudjon lépni abban a pillanatban, hogy ő például nemet mondott, vagy akár még előtte. Ha az energetikai blueprint imád vágyakozni. Szóval, ha előtte fel tudod húzni, nagyon-nagyon nyitott arra, hogy üzeneteket küldözgessetek egymásnak, és így tovább, akkor ő már valóban készen fog oda menni, akkor nem fog azon szorongani feltétlenül, hogy ott mi lesz. Mert tudja, mert érzi a kapcsolódásotokat. És akkor nagyon-nagyon jól együtt tudtok lenni. Elég sokszor hallom energetikai blueprintűektől azt, hogy például a párjával, hogy olyan, hogy a párja közeledne felé, ő ezt már így érzi, és így próbál menekülni előle, és olyan, mintha így kergetőznének a lakásban, és ez engem így nagyon megérint. Mert energetikaiként még mielőtt a másik bármit mondott volna, mielőtt a másik bármit kezdeményezett volna, már érzed, hogy így honnan jön. És
És itt megint csak a biztonság, a nem és a hátralépés az, ahol van a kulcsa annak, vagy egy energetikai blueprintű tűvel, hogy tudsz kapcsolódni szépen, hogy tudod megnyitni, hogy tudtok együtt lenni igazából. Egyszer egy alkalommal egy coachingot láttam a színpadon. A párból a hölgy volt energetikai blueprintű, de egyébként ez ugyanúgy előfordulhatott volna más pár felállásban is, vagy más nem felállásban, mert találkoztam ilyennel is. És a férj volt a szexuál blueprintű. A coachingnál azt kérték tőlük, hogy a férj álljon egy kicsit távolabb, és csak akkor lépjen előbb egy-egy lépést, amikor a párja azt mondja neki, hogy ezt így megteheti. És volt egy olyan pont a közben így segített. Például egyszerűen azzal, hogy egy picit más testhelyzetbe állították a férfit, és így tovább lehetett érezni a közönségből, nagyon sokan voltak vevők így energetikailag arra, hogy mi történt, lehetett érezni, hogy mi történt. És volt egy pont, amikor már nagyon közel voltak egymáshoz, amikor azt kérték a férfitől, a sexual blueprintű férfitől, hogy át tudja érezni azt, hogy én most megvédelek téged mindenkitől, aki bármilyen szinten bántani akar, vagy aki meg akarna dugni. Akkor is, hogyha ez a valaki én magam. És nagyon is sikerült neki átélni ezt az érzést, belülről megtalálni ezt a középpontot. Az egész közönség ilyen meghökkent az egészen, és abban a pillanatban áttört egy olyan gát, amit sok évnyi egymásra rakódott veszteségből épült fel, és bizalomvesztésből. Olyan alkalmakból, amikor úgy lett valamiből, igazából úgy történt meg valami, hogy igazából arra nem volt teljesen igen a másikban, a feleségben. És ez nagyon sokszor meg tud történni, nem csak egy energetikaival, csak az energetikainak általában az igenje egy sok valószínűleg sokkal előrébb van, mint mondjuk például egy szexuál blueprintűnek, de ettől még mind a kettővel megtörténhet az, hogy vagyis a nemje sokkal előrébb van, ettől még mind a kettővel megtörténhet az, hogy mégis áttörnek ezeken a nemeken. Hát ezért mondtam azt, és ezért volt fontos, hogy elmondjam azt, hogy az, hogy a biztonságban van, de közben meg mégis szabad, az az energetikainak nagyon fontos. Ha meg tudod neki adni azt, hogy szabad lehet, ha tudod csodálni, és tudsz rá vágyni, és a vágyadat kimered mutatni, de anélkül, hogy így rá, hogy ezt kötelezettsége lenne, akkor gyönyörű dolgokat tudtok elérni. Na most két energetikainak sokszor egy picit nehezebb dolga van, mert mind a kettő egy picit a másiktól várná azt, hogy majd a másik vágya berobbantja őt, hiszen az energetikai az abban a pillanatban, hogy érzi a másik vágyát, ha érzi, hogy ez a vágy, ez kézben van tartva, és ő ettől még biztonságban van. Szóval, hogyha érzi ezt a vágyat, akkor így, wow, így visszatükrözi ezerrel, és így fellobban benne a tűz. Szóval, hogy néha két energetikai egymással kevésbé tud mit kezdeni. Ilyenkor ugyanúgy érdemes valahol hátralépni, valamilyen akadályt beépíteni a kettő ember közé. Akár fizikai akadályt, hogy most ez egy olyan alkalom, hiszen alapvetően az, hogy mi a szexualitás és mi az, ami táplál, az nem csak a közösülés lehet, és nem csak a hagyományos nemi szervekben megélt orgazmus, hanem energetikai orgazmusok többsége. És ebben meg abszolút akár meg sem érintjük egymást. Tehát lehet, hogy két energetikai egyszerűen csak teret szán arra, hogy kapcsolódjon most úgy, azon a szinten, hogy ebben a pillanatban ezt meg tudja tenni. Lehet, hogy olyan zenét tesznek fel, leülnek egymással szembe, és csak elmerülnek egymás tekintetében. Nem érintik meg egymást. Együtt lélegeznek, és így tovább. Olyan gyakorlatokat vagy rituálékat csinálnak együtt. És ettől ez a szexualitás ugyanolyan teljes értékű szexualitás, mintha most egymásnak ugrottak volna, és szétszexelték volna az agyukat. Ettől még ugyanúgy tápláltak lehetnek mind a ketten. De egy kicsit más, és másképp működik. Ha meg tudják engedni maguknak ennek a felfedezését, akkor abban gyönyörű dolgok tudnak lenni. Vagy egymás energetikai táplálására szánnak időt, meg lehetőséget, akkor úgy szintén.
közös meditációk, erotikus meditációk, taoista masszázsok, és így tovább. Ezek mind működőképesek, főleg, hogyha az elején van egy olyan rituáléjuk, ami mind a kettőjüknek segít letenni a hétköznapokat, belépni egy másik szentélybe, egy olyan közös térbe, ahol együtt lehetünk mindennek a gyönyörében, anélkül, hogy bármilyen kötelezettséget kellene vállalnunk, hogy ebben lehessen szabadság és áramlás, de tartva lehessen lenni. Tehát ettől még lehetnek szabályai ennek a helyzetnek, vagy ennek a dolognak. Lehet, hogy egy fél órát szánunk rá. Lehet, hogy majd erre az alkalomra lehet, hogy most csak azt mondjuk, hogy most csak az egyik ember, vagy az egyik partner fogad be a másikat, vagy fordítva, vagy most csak így jó lenne együtt lenni, megnézni azt, hogy mi jön fel. Vagy lehet, hogy azt mondjuk, hogy nézzük meg, hogy 10 perc együtt légzés, meg egymásra nézés után. Mi az, amire vágynánk? Ezek mind olyan kapuk, amik segítenek tovább menni, vagy még inkább kinyílni, még több gyönyört befogadni. Ugyanekkor azt mondom, hogy egyébként ezek a rituálék nagyon hasznosak lehetnek a szensuál vagy érzéki blueprintűnek is. Például egy közös fürdés. Ettől gyakran érzi azt, hogy megfelelő felkészült az alkalomra, vagy egy kis tánc, egy kis lassú zenel, ahol egymást át lehet ölelni, ahol össze lehet bújni. Azok az alkalmak, amikor elszöktök így ebből a hétköznapokból, valahová máshová, a szensuál igazán az a típus, akit érdemes elvinni nagyon szép helyekre, mert ott tudja megélni a legszebb dolgokat, egy olyan spába, vagy egy fürdőbe elmenni, vagy egy olyan hotelbe, akár csak egyetlen éjszakára is, de egy egész hétvégére elviszett, tehát így ki tud bontakozni, és van tere meg ideje, akkor ez még gyönyörűbb tud lenni, és hadd táplálkozzanak az érzékei az illatokkal, az ízekkel, az érintésekkel, a textúrákkal, a látvánnyal, a hangokkal. Ennek ez egy igazán művészi együttlét. Ha ezt meg tudod teremteni neki, akkor ő így át tudja adni magát. Igenis több időre van szüksége. Ő nem fog 0-100-ra felgyorsulni, mint a szexuál blueprintű, és alapvetően a táplálása az, ami őt igazán boldoggá és kielégülté teszi a szexualitásban, azok az élmények, amikben az érzékei bekapcsolódnak. Tehát, hogy akár van például ejakulációja, vagy hüvei orgazmusa, vagy bármi ilyesmi, ettől még ő nem lesz kevesebb, vagy kevésbé, tehát, hogy ettől még nem ettől lesz az élménye csúcs. A csúcs élménye akkor lesz csúcsélmény, ha sok mindent tudott érezni. És ehhez kellett neki az elkülönülés, kellett neki a lassúság, kellett neki a gyönyör különböző fokozatai. És egészen eszméletlenül csodás orgazmusokat tud átélni. Tehát most akár a teljes testes orgazmusok, vagy akár csak olyan helyi orgazmusok, akár a bőrén, akár csak egy illattól el tud jutni olyan gyönyörfokokra, amiktől számára egy csúcsélményt tudtok alkotni. De ha ugyanezt megpróbálod otthon, spontán, úgyhogy mondjuk koszos zoknik hevernek a padlón, mert hogy így nem volt fontos neked, hogy rendet rakj, akkor ő ettől lehet, hogy lekapcsolódik. És nem azért, mert nincsen benne szenvedélye, egyszerűen az ő szexuális működése és az ő keretrendszere másmilyen. És lehetsz bármilyen gyönyörű és szexi, nem biztos, hogy ő túl fog tudni ezen lépni. Ha el tudod fogadni, hogy ő ilyen, és hogy ez nem a szenvedély hiányából ered, hanem egyszerűen abból, hogy ő milyen, és meg tudod teremteni neki a feltételeket, akkor sokkal egyszerűbb dolgod van, és mind a kettőtöknek gyönyörű élményeitek lesznek. De ehhez igenis kell az odafigyelés, ehhez igenis kell, hogy tud, hogy mit szeret, és mire van szüksége. A masszázsok, az érintés, az összebújás, a jó illatok, az ápoltság, és így tovább.
A szexuális blueprint ő viszont szereti tudni, hogy hányadán áll veled. Ő neki nagyon fontos, hogy tudja, hogy örömet okozott neked. Általában elég erős a teljesítmény kényszere, és ez az, ami így az árnyéka, vagy a shadowja, vagy a nehézsége is tud lenni. Ezért is fontos, hogy segíts neki abban, hogy eljusson hozzád, hogy elmondd neki azt, hogy mire vágysz. És akkor a szexuáloknak itt meg azt mondom, hogy de ugyanakkor nektek meg fontos, hogy hallgassatok a másikra, arra, akinek több időre van szüksége, vagy arra, akinek több térre van szüksége. Én nagyon sok olyan emberrel találkoztam, és most nem is mondom, hogy nők, mert nem csak nőkkel, akik nem kaptak elég teret, akik nem kaptak elég időt arra, hogy felkészüljenek egy együttlétre. Ez a szexuálnak ezt nagyon nehéz elképzelni, mert ő benne annyira természetes dolog a vágy, a tűz, és hogy én így megyek ezzel, hogy mesztelenség van, hogy nincsenek határok, hogy megérezhetjük és élvezhetjük egymást. Ez egy ilyen alapvetően gyönyörű dolog neki, és amikor a másik nincs ebben, akkor az apjaiban érzi el utasítva magát, pedig nem is őt utasították el, csak egyfajta gyorsaságot, vagy egyfajta olyan, vagy egyfajta kisebb, beszűkültebb teret, ami alapvetően a másiknak nem ad lehetőséget megnyílni, vagy kinyílni. Úgyhogy nehezebb így. Hogyha egy szexuál a partnered, akkor tudod, hogy ő így működik. Próbáld meg emlékeztetni rá, hogy így, hogy te is azt akarod, hogy ez egy gyönyörű éjszaka legyen, és ha akarsz, akkor természetesen ne hazudj neki, tehát ezt nem mondom. Próbáld meg kimutatni a vágyadat, hogyha így van, hogyha így tudod. Légy vele őszinte így ezen a szinten. Próbáljatok megszervezni olyan alkalmakat is, amikor csak játszotok és kísérleteztek, és nincsen benne feltétlenül a közösülés a végén, aztán majd eldöntitek, hogy akartok-e tovább menni, vagy sem. Csak maga az, hogy lehet játszani együtt, hogy tanuljatok. Vagy megbeszélni azt, hogy most igenis neked van szükséged egy kis ilyen táplálásra, elsődlegesen neked van szükséged ahhoz többre, hogy kinyílj, és hogy ha tudod, hogy ez micsoda, akkor mondd el neki az utat. Azért, hogy együtt lehessetek, hogy ez jó lehessen. Általában egy kicsit kevesebb a szexuál, akinek így ezzel a kezdeményezéssel problémája van. Nagyon-nagyon jól érzik azt, hogy a másik emberben éppen aktuálisan mennyi vágy van, csak hogy nem feltétlenül számolnak azzal, hogy van az a fajta vágy, amelyik kinyílik. Most mindjárt elvesztettem a képet, de mindjárt megnézzük, hát ha sikerül visszavarázsolnom. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Akkor most arc nélkül maradok a maradék időben. Úgy tűnik, nem. Szóval lehet, hogy tehát attól még, hogy ő a szexuál általában ilyen nullától százra nagyon könnyen felgyorsul, és nagyon-nagyon szereti a tabumentességet, a tiszta elevenséget, és az alapvetően a szexnek magának a nyersességét. Ezt is jó, ha nem, jó, ha meg tudjuk tanulni, tisztelni benne. Ami nem azt jelenti, hogy igent kell mondani olyan dolgokra, amit nem akarunk, hanem megtalálni azokat az utakat, vagy megoldásokat, amik mindenkinek működnek. Akár azt is, hogy tud ő a te közreműködéseddel, de egyedül olyan öngyönyörszerzést csinálni, ami számára is emlékezetes. Ha úgy érzed, hogy vágysz rá, akkor is, amikor nincsen veled, nagyon sok energetikainak akkor jön fel a vágy, amikor elég nagy a távolság ahhoz, hogy biztonságban érezze magát, akkor tudasd vele, hogy miket szeretnél, hogy mit szeretnél megélni, hogy könnyebb dolga legyen, mert nagyon szeretné azt, hogy benned lehessen, együtt lehessetek, és egyek legyetek bizonyos szempontból. Igenis, megvan neki is ez a vágya. Akkor is ez nem feltétlenül így néz ki, vagy ilyen a másik oldalról nézve. És persze nem maradjon ki a kinki sem igazándiból. A kinki blueprintnél azért a kommunikáció és az, hogy a kereteket meg tudjátok tudni beszélni, az alapvetően fontos. Tehát én személy szerint nem mennék bele úgy
egy kinki játékba, hogy nem beszéltük meg azt, akár csak ilyen egyszerűen, mert mondjuk nem egy mély játékról van szó, csak egy ilyen ismerkedős játékról például. Elmondhatom a másiknak azt, hogy most ebben a pillanatban mire vagyok nyitott, mire nem vagyok nyitott, és egyáltalán mik azok a keretek, amiken belül lehet haladni. És itt nem feltétlenül kell végigmenni az egész listán, hogyha ki van téve egy bizonyos mennyiségű, vagy bizonyos, ki vannak téve bizonyos elemek, hogy én most mi az, amit szeretnék megtapasztalni veled. És ugyanez oda-vissza igaz, tehát hogy nem feltétlenül csak a száv mondhatja el, hogy az ő keretei miatt, mik a dominánsnak is ugyanúgy megvannak a keretei abban, hogy egy játékban neki most aktuálisan mennyi fér bele, mit vagy hogyan szeretne elérni. De a kinkinek nagyon-nagyon fontos megtanulni, kommunikálni az igényeit, megérezni azt, hogy így mit szeretne. Fontos tudni, hogy hol van belül, fontos becsekkolni, és így tovább. Azt javasolnám, hogy ne egyből egy hosszabb játékkal kezdjetek. Próbáljátok megismerni egymást először csak alapszinten. Tudom, hogy mindenki arra vágyik, hogy az első alkalommal teljesen átadhassa magát a másiknak, de ez nagyon nagy felelősség is, és ha mind a két ember számára fontos az, hogy együtt egy gyönyörű élményetek legyen, ami egyszerre megy a mélybe, és egyszerre megy magasra, akkor igenis abból kiindulni, hogy most aktuálisan hol vagyunk, vagy hol tudunk együtt lenni, és ennek a felelősségét mind a két embernek fel kell tudni vállalni, ez alapvető dolog. Aztán később a kezdeményezés szempontjából, itt is, mint ahogy csak egy kicsit másképp, de mondjuk, ahogy a rituálék nagyon fontosak lehetnek mondjuk két energetiknek, amikor együtt vannak. Egy kinki játékban ugyanúgy ezek a keretek nagyon-nagyon hasznosak. Például egyáltalán mondjuk az, hogy ráteszem a nyakörvet, innentől elkezdünk játszani, egészen addig, hogy mikor van vége a játéknak. Én játszottam már úgy, hogy nem volt egyértelmű, hogy vége van a játéknak, és nagyon nem jó ez a bizonytalanság érzés. Mind az, hogy most mikor kezdjük el ezt a játékot, és mikor fejezzük be, mind a kettő nagyon fontos. Számomra ugyanakkor az is fontos, ha azt mondom, hogy most valakivel játszani fogok, hogy megbeszéljük, hogy mi az, amit angolul aftercare-nek hívunk, mi az, amit utána tud történni. Nekem az én kinki oldalam nagyon szexuális, tehát nekem addig nem fejeződhet be egy játék, amíg maga ez a szexuális része nem történt meg. Együtt kell, hogy legyen behatolás, kell, hogy legyen, bárhol legyen bennem egy farok, tehát, hogy ez nekem így nagyon fontos. És ez lehet az aftercare-em, hogyha egyébként a játéknak nem volt a része. Tudom, hogy legalább szükségem van egy órára, ahhoz, hogy így visszatérjek igazándiból. Általában különböző az igényem, hogy mennyi közelséget szeretnék a partneremtől aztán. Lehet, hogy egy pici teret szeretnék, de az is lehet, hogy egy picit együtt lenni. Jó, ezt meg tudjuk beszélni, hogy akár mind a kettő belefére. Van-e időkeret arra, hogy le tudjunk csillapodni, és vissza tudjunk jönni? Nekem van olyan zeném, amit én nagyon szeretek végighallgatni. Az ilyenkor, hogyha valaki azt velem együtt átölelve engem végighallgat, vagy elkem az is elég, ha csak én hallgatom, de ha együtt hallgatjuk, az még szebb, akkor maga az élményem egyszerűen gyönyörűen el tud még mélyülni. Tehát ahhoz képest, ami így történt, ahhoz képest egy olyan magasságot teszek bele, amitől a mély és a csúcs nagyon távol lesznek egymástól, és azt érzem, hogy egy óriási utat jártam be. Nekem ez a szexualitásban a nagyon, nagyon csúcsélményt ad. Nekem ez adja azt, hogy de jó, ezért érdemes volt élni és megszületni. Hát, nagyjából ennyi volt az, amit most így a kezdeményezéssel kapcsolatban el akartam mondani, vagy elszándékoztam mondani. Jövő szerdán arról fogunk beszélni, hogy kinek lesz jó a szexuális élete. Hogy mi kell ahhoz, hogy
mi nem kell ahhoz, és milyen egyéb tévhitek is ilyenek vannak, mert az utóbbi időben, ahogy így körülnéztem, azt gondolom, hogy ez iszonyú fontos megint csak így elmondani. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattál, és akár most ebben a pillanatban hallgatsz, akár majd így a továbbiakban valamikor megnézed ennek a felvételét, és szántál erre időt, ha van kérdésed, akkor így nyugodtan nekem, akár a Facebook oldalamon, akár a YouTube-on, akár ma a zárt közösségemben, ahol meg aztán végképp még biztonságban, még inkább biztonságban vagy. Szép estét neked! Szia!